Újabb kínai akkumulátorgyár épülhet Magyarországon. Erről Szijjártó Péter beszélt szombaton egy kínai elektromos autókonferencián. A híradónknak nyilatkozó szakértők úgy gondolják, ehhez nincs meg a szükséges energiainfrastruktúra. Az LMP szerint a kormány politikája feléli a jövőt, és kínai akkumulátorgyarmattá teszi Magyarországot. Botrányos közmeghallgatásokon. Gyerekeinknek teszik tönkre a levegőjét, a földjét és a vizét! És civil tüntetéseken tiltakoznak január óta a debreceniek a városukban épülő akkumulátorgyárak ellen. De forrnak az indulatok Iváncsán is, ahol az épülő akkumulátorgyárban dolgozók közül többen rosszul lettek, és hónapok óta nem kaptak fizetést. Fizessenek ki! A felháborodások ellenére Szijjártó Péter egy kínai konferencián arról beszélt, hogy hamarosan újabb akkumulátorgyár épülhet Magyarországon. Ezeknek az óriási befektetéseknek köszönhetően Magyarország jelenleg a negyedik helyen szerepel világviszonylatban az elektromos autógyártás terén, és amint ezek a befektetések befejeződnek, a másodikak leszünk. A külügyminiszter hangsúlyozta, Kína stratégiai partner, így ösztönözni fogják a kínai befektetőket, hogy még több üzemet hozzanak Magyarországra. A Greenpeace úgy látja, a kormány pontosan követi a nemzeti akkumulátor stratégiát, azaz megtízszerezi a gyártási kapacitást, de Simon Gergely szerint sok a megválaszolatlan kérdés. A szakemberek se tudják, hogy hogyan fog kapni energiát, hogyan fog kapni vizet, hogyan fogják biztosítani, hogy ez a hihetetlen mennyiségű veszélyes vegyi anyag nem okoz további szennyezéseket. Hetente hallunk újabb balesetekről akkumulátorgyárak környékén, illetve hát egy akkumulátorgyártásban használt magzatkárosító oldószert is kimutattak Gött térségének a talajvizébe. De nem kellene most több kínai befektetőt, vagy bármilyen befektetőt hozni. Addig, amíg az akkumulátorgyárak energiainfrastruktúra háttere nincs meg, magyarázza az energetikai szakértő. Most is az elektromos áram kb. 30%-át importálja. Tehát egyszerűen ez az áram nincs itt, a közeljövőben nem is lesz, ők 20-25-re fel akarják futtatni a termelést, a legelső gázos erőmű, hogy belépjen, ahhoz minimum kell 5 év, az 20-28, tehát nagyon nagy kérdés az, hogy ki fogja ezeket a hatalmas gyárakat, és milyen elektromos árammal ellátni. Az LMP szerint a kormány akkumulátorgyarmattá változtatja az országot, amivel gazdaságilag is csak a befektetők járnak jól. Nem bírunk el több akkumulátorgyárat, ami most működik, az is elég, az is sok, úgyhogy ezt a folyamatot le kell állítani, mi ezért kezdeményeztük a népszavazási kezdeményezéseinket. Ez az egyetlen eszköz, amivel ezt meg lehet akadályozni. Noha még nem lehet tudni, hol épülhet fel a következő akkumulátorgyár, az LMP szerint Győr ott lehet a lehetséges helyszínek között. Az ügyben megkerestük az illetékes tárcát, de adásunkig nem válaszoltak. Közben megérkezett a külügy válasza is, ebben azt írják, idézem, Magyarország az elektromos autóipari átállás Európa bajnoka, melynek nyomán keletről és nyugatról is folyamatosan érkeznek beruházások, munkahelyeket és fejlesztéseket eredményezve országszerte hozzátették, ezekért a beruházásokért hatalmas csata zajlik Európában, az elnyert projektekről pedig minden alkalommal tájékoztatást adnak.